Köszöntöm a Kölcsey Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben úgy megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzük meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Négy új futballistát mutattak be a kisvárdai szurkolói ankéton. Győzelmi reményekkel fogadja a rajton a Vácot a Szpari. Idegenben győztek a budapesti Honvéd ellen a Kékcápák. A dobogón szeretne végezni a bajnokságban a Kölcsey DS-e. Bronzérmet szerzett a Magyar Kupában a Fátum Nyíregyháza. Négy új játékos mutatott be hagyományos rajt előtti szurkolói ankétján a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttese vasárnap Soroksáron kezdi a szezont. Olyan posztokra sikerült igazolnunk, amelyek hiányoztak az őszi szezonban. Ráadásul jelentős magasításon is átesett a csapatunk. Tavaly pontugásból több gólt kaptunk, illetve nagyon keveset szereztünk. A felkészülési meccseken már megmutattuk a másik oldalunkat is. Ennek ellenére nem ígérkezik könnyűnek a tavaszi hadjárat, viszont azon feltétlenül javítanunk kell, és itt el is hangzott az az igény, illetve kritika, ami jogos, hogy hazai pályán nagyon sok pontot hullajtottunk. Ebben a szezonban ezt a mutatónkat ezt ki fogjuk javítani, és azt gondolom, hogy mivel a beállt védelem ellen eddig nem volt meg a megfelelő fegyverünk, az új játékosokkal ez megoldódni látszik. Sokkal nehezebb lesz most már a csapatoknak Kisvárdába jönni, és nem hiszem, hogy még egyszer előfordul olyan, hogy egymás után kétszer, vagy talán háromszor is pontveszteséggel hagytuk el a pályát. Idegenben pedig nagyon nehéz mérkőzéseink vannak, viszont sikerült olyan gyors játékost igazolnunk, mint a Bacsa, középpályára olyat irányított, mint a Horváth Adrián, és egy nagyon magas centert a horvát ő személyébe, akire fölrukhatjuk a labdát, és időnként megpihenhetünk, mert nagyon jól tartja meg. És én úgy gondolom, hogy most már sokkal egységesebb, homogénebb a keretünk, hogy korábban erről már beszéltünk. Hát gyakorlatilag a tavalyi szűkebb csere lehetőségünk most nagy mértékben javult, változott. Időnként most már gondot okoz majd a kezdőcsapatnak a helyes megtalálása, és ez összességében azt eredményezi, hogy bizakodóak lehetünk. A négy új játékos a pályán kívül is beilleszkedett a csapatba, erre mondjuk nagyszerű lehetőség volt a Törökország edzőtábor. Igen, ők nagyon hamar beilleszkedtek, mert tudják a futballt. És hiányposztokra jöttek, tehát a legelejétől kezdve lehetőséget kaptak, már az edzéseken így készítettük őket, illetve a meccseken is folyamatosan, mint hogyha itt lettek volna már régen. Nem kellett kísérleteznünk, ismertük őket, sokkal jobb játékost így idehozni, mint amikor egy próbást megnézünk, megállapítjuk, hogy igen, jó, és menet közben rájövünk a hiányosságaira. Ezt a négy játékost alaposan feltérképeztük, már a modern technika lehetőséget biztosít erre, illetve a személyes tapasztalataink is ezt lehetővé tették, tehát sokkal könnyebb volt, mint a korábbi időszakban. A bajnokság előtt a középmezőny elejét célozta meg a csapat, most változtak a célok, mivel lennél elégedett? Jelenleg az ötödikek vagyunk. Én szeretném, hogy az első ötben végezzünk, és hát én a dobogóval lennék elégedett, most egyértelműen mondhatom, a dobogó bármelyik fokával. De a harmadikok leszünk, akkor sem leszünk csalódottak, az is egy nagyon szép teljesítmény, és tudjuk, hogy 6-7-8 csapat is nagyon komoly erősítéseket végzett, és nagyon komoly felkészülésen vannak túl, úgyhogy nagyon kiegyensúlyozott és nagyon komoly bajnokság elé nézünk. Én úgy érzem, hogy talán valamivel erősebbek vagyunk a riválisainknál, leszámítva a Puskást, és tudunk lépni előre a tabellán. Az első néhány forduló megmutatja, hogy mire leszünk képesek. A Soroksárral, Puskással, Békés Csabával már az elején rangadókat játszunk, ráadásul idegenbe. Úgyhogy ezekből jó kijövünk, akkor a közép mezőnyhöz tartozó csapatokat most már kötelező lesz megverni. Én úgy gondolom, hogy akkor reális esélyünk lehet a kitűzött cél a harmadik hely megszerzésére. Eddig a MB2-es csapatra, a csapatról beszéltünk, de itt elhangzott a szurkolói ankéton, hogy egy olyan munka indul el Kisvárdán, aminek az a célja, hogy a nem is ilyen távoli jövőben saját nevelési játékosokra támaszkodhasson majd a csapat. Valóban, két nagyon fiatal játékos, 2001-es, 2000-es születésű titánt vittünk magunkat Törökországba, és nagyon tehetségesek, és ez igazolja, hogy bizony el kell kezdeni korábban építeni a fiatal játékosokat, és a kárpátaljai akadémiák miatt ez még hatványozottabban igaz, ugyanis most a Mándok község megye első osztályi csapatát magunk alá vontuk, illetve fiatás csapatként kezeljük, és több olyan 17-18 éves játékost adunk oda, hogy minél gyorsabban vele
kóstoljanak a felnőtt futballba, akik már ott most meghatározóak lehetnek. Jövőre remélem, hogy NB3-ba is tudjuk őket versenyeztetni, és így megpróbáljuk fokozatosan felépíteni őket a felnőtt futballra. Úgy gondolom, hogy a mostani utánpótlás képzésünkkel, ami nagyon nagy fordulatot vett, és még komolyabb lesz az elkövetkező években, egy megfelelő alapot fogunk tudni létesíteni ahhoz, hogy egy nagyon komoly élcsapat az NB2-ben, vagy egy akár NB1-es csapatot is el tudjon látni majd idővel. Beszélj néhány szót a tavaszi nyitómérkőzésről, ugye a második helyzet Soroksár otthonában utazik a Kisvárda, egy olyan csapat otthonában, amely nagyon erős, nagyon egységes, viszont egy bravúr győzelem akár meghatározhatna az egész tavaszt is. Igen, ez a Soroksár egy nagyon érdekes csapat, nem mondhatom, hogy rapszódikus, ugyanakkor meg lehet verni, de ő is képes bárkit megverni. A Soroksárnak a stílusa az inkább a védekezéséből fakad, erős, nagyon erős játékosai vannak, ugye tudjuk, hogy a Ferencvárosnak a második csapata, és még rengeteg élvonalat megjárt, sőt, szerintem mindenki élvonalat megjárt, útinos labdarúgókból álló egészséges vegyület. A pontrugásaik a legveszélyesebbek, és hazai pályán is nagyon sokszor kontráznak. Na most én úgy gondolom, hogy ismerik őket, ők is mindent megtesznek, hogy minket feltérképezzenek, voltak kint a törökországi meccseinken is. Egy nagyon-nagyon komoly mérkőzés lesz, de inkább taktikáról fog szólni sem, mint egy lüktető oda-vissza meccsről, és én bízom benne, hogy sikerül nyernünk, azzal a céllal megyünk, ha az a mérkőzés megvan, akkor nagyon nagy lökést tud adni a csapatnak. Hogy látod, milyen formában, milyen erőben várja a csapat a bajnoki nyitányt? Úgy gondolom, hogy egy nagyon sikeres edzőtáborozáson és egy felkészülésen vagyunk túl. A csapat mindenféleképpen erősödött, azok a játékosok, akik hozzánk kerültek, azt gondolom, hogy erősítést fognak jelenteni mindenképpen, és ugye beszéltünk már régebben róla, hogy voltak olyan játékosok, akik sérülésből jöttek vissza, vagy esetleg egy pici lemaradás volt erőlétileg, ők is utolérték magukat, úgyhogy nagy bizakodással nézünk a rajt elé. Erős ellenfelekkel szemben mérhettétek le, hogy hol tart a csapat, milyenek a tapasztalatok? Így van, nagyon jó kis ellenfelekkel játszottunk, főleg ugye a törökországi edzőtáborozás során. Nagyon jó állapotban vannak a srácok, nyugodtan mondhatom, úgyhogy csak ismételni tudom magam, hogy nagyon nagy bizakodással is, és tényleg azt szeretnénk, hogy egy nagyon sikeres tavasz elé nézzünk. Korábban már szó esett arról, hogy megváltozott a szerepköröd a pálya mellett. A pályán kívül is számít rád a szakmai stáb, gyakorlatilag része vagy tagja vagy a szakmai stábnak, hogyan működik ez a szerepkör? Egyelőre tökéletesen és őszinte leszek, nagyon élvezem. Bár egy picikét hiányoznak az edzések, mert sokszor van, hogy én már kevesebbet vagy kimaradok, attól függ, ugye létszám függ, hogy esetleg párosan vagyok páratlanul. Egy picit hiányzik az edzés, de maga az a része, hogy ott vagyok a srácokkal, és tudok neki segíteni, az mindenképpen nagyon tetszik nekem, és örülök neki, hogy ebben a szerepkörben vagyok. Pályafutása során ez az első alkalom, hogy nem diósgyőri színekben készülsz egy idény nyitóra. Milyenek az eddigi kisvárdai benyomásaid? Azt gondolom, nagyon jó a környezet, és nagyon jó a csapat, nagyon jó felkészült a stáb, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok nyilván így a jövővel kapcsolatban, hogy fogunk szerepelni így a tavasszal, és remélem, hogy nagyon sikeres lesz ez a fél év. Mennyire kísértett korábban a figyelemmel a Kisvárda szereplését? Figyelemmel kísértem igazából, mivel Gosztonyi a csapattársamat, és jobban vagyok vele, úgyhogy nyilván követtem a teljesítményét, és ezáltal a csapat teljesítményét is. Mennyire volt jó a törökországi edzőtábor arra, hogy összeszokja társakkal a pályán és azon kívül is? Igen, egyből úgy kezdtem, hogy Törökországban az edzőtáborban csatlakoztam a csapathoz, úgyhogy ez kellően segített abban, hogy sikerüljön néhány emberrel, vagyis az egész csapattal így jobban megbarátkozni és összeismerkedni. Jó csapatok ellen játszottunk, nyilván füvön tudtunk edzni, úgyhogy ez nagyon fontos volt, és azt gondolom, eredményes is volt ez az időszak. A törökországi edzőtáborozást követően a héten már hazai környezetben készült a Nyíregyháza Spartakusz. Weber György együttese vasárnap a Vácot fogadja a Városi Stadionban. Minden nap, tehát a mérkőzések napján is délelőtt tréningeztünk, tehát ezeket a finomító dolgokat, abszolút taktikai jellegűeket még át tudtuk venni a mérkőzések délelőttjén. Aki nem játszott, az pedig tudott egy terhelést kapni, úgyhogy úgy gondolom, hogy az időt meg a lehetőségeket maximálisan kihasználtuk. Hát nagyon bízom benne, hogy ennek valóban látszata is lesz majd itt a tavaszi menetelés során. Mennyire inspiráló játékosok számára az, hogy gyakorlatilag minden poszton versenyhelyzet van? Pontosan most értékeltem ezt az eltöltött
időszakot, illetve a felkészülést január 4-e óta. Ez maximálisan látszik. Tehát egyszerűen tényleg szembetűnő az, hogy minden játékos érzi, és tudja, hogy aki jobb teljesítményt fog nyújtani név nélkül, az fog játszani, és ennek maximálisan megpróbáltak megfelelni kint a felkészülési mérkőzéseken, ami számomra egy nagyon kellemes és egyben kellemetlen dolog is, mert nyilván egy edző szeretne egy állandó kezdőcsapatot kialakítani jelen pillanatban. A fejemben megvan ugyan, de ott motoszkál az, hogy úgymond a helyetteseknek szánt emberek is ugyanolyan jó teljesítményt nyújtottak, de ez egy kellemes gond. Ez majd az én problémám kell, hogy legyen, mert a csapat szempontjából ez abszolút pozitívum. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ugyanígy sérülésmentesen tudunk dolgozni, mint ahogy az elmúlt majd 2 hónapban. Ez is nagyon pozitívum volt egyébként, hogy minimális volt az edzés kiadás. Úgyhogy remélem egymásról tépik majd le a dresszt, és ezáltal a riválisok a posztjukon egyre jobb teljesítményre sarkalják egymást. Úgyhogy ennél jobb hír jelen pillanatban nincsen ezzel kapcsolatban, hogy párban vagyunk minden posztra. A csapat hátránya jelentő, hogy nem behozhatatlan, viszont az első meccsektől szükség van a meccsenkénti 3 pontokra. Kész van a csapat erre? Kész kell legyen. Ha valóban ez a tervünk, már pedig nem hogy csak a tervünk, hanem határozottan ez a célunk, és mindent ennek rendeltünk alá, akkor innentől kezdve nincs miről beszélni. El kell kezdenünk zsinórba nyerni. Nyilvánvaló, bár nem lehetetlen, de maradjunk azért a realitást alaján, meg ne kergessünk rózsaszín álmokat. Tehát 18 meccsből 18-at azért nem valószínű, hogy meg fogunk nyerni, de nagyon-nagyon fontos például az első 4 mérkőzés, hogy azt minimum egy 3 győzelem, egy döntetlen ilyen leosztásba hozzuk, de nem lennék vele elégedett. Csak nem tudom, egy számszaki dolgot. Úgyhogy semmi más, most a Vác meccs. Nem csúszhatunk el rajton, tehát rögtön egy jó rajtal kell jelentkeznünk. Jó játékkal kell, hogy lássák a szurkolók, kell, hogy lássam én, és kell, hogy lássák az ellenfelek is, hogy mit tettünk ebbe a felkészülésbe, és annak vissza kell tükröződjön a pályán. Amit láttam az utolsó 4 mérkőzésen kint, az nagyon biztató, de természetesen az csak akkor ér valamit, ha ez itt vasárnaptól kezdve a magyar bajnokikon is majd látszik. A második törökországi edzőtábor szemben az elsővel már a finom hangulásé volt az edzések mellett, 4 felkészülési meccset játszottatok. Hogy érzed, mennyire volt hasznos ez a 10 nap, milyen érzéseket értél haza Törökországból? Én nagyon hasznosnak érzem, nagyon jó mérkőzéseket játszottunk, nagy iramokat, úgyhogy nehéz ellenfelekkel játszottunk, és nagyon jó, én úgy érzem, hogy jó eredményeket értünk el. Főleg a játékban láttam nagyon sok javulást, és az, hogy nagyon jól összeállt a csapat. Nyilván ez majd a tétmeccseken fog kiderülni, de én nagyon bízakodó vagyok itt a tavasszal kapcsolatban, mert azt érzem, hogy a csapat nagyon egységes, és jó erőben van, ami nagyon fontos, úgyhogy már nagyon várjuk az első mérkőzést. Te mennyire érted utol magad az őszi kiadás után? Külön dolgoztam még annó decemberben, és így úgymond hátrány nélkül kellett elkezdenem az alapozást a srácokkal. Jó erőben érzem magam, nem érzem magam hátrányban senkivel kapcsolatban. Senkivel kapcsolatban, úgyhogy én már nagyon várom az első mérkőzést. Jó volt újra itt lenni, és újra ugye csapatban lenni, mert egy ilyen hosszabb kiadás sérülés az hát főleg fejben nehéz megélni, úgyhogy, de már nagyon örülök, hogy visszatérhettem a pályára. Hazai környezetben kezd a csapat, milyen első meccsre lehet számítani, egy jó kezdés akár meghatározhatja az egész tavaszt? Nagyon szeretnénk jól kezdeni, és főleg úgy, hogy itthon játszunk. Hát abszolút erre készülünk, hogy ezt az első mérkőzést, de a többit is lehúzzuk. Szerintem, hogyha úgy játszunk, mint ahogy játszottunk most Törökországban, akkor nem lehet ellenfelünk itt az NB2-ben. Nagyon várjuk az első meccset, természetesen a többit is. Bízunk benne, hogy a pálya is alkalmas lesz arra, hogy jó játékkal le tudjuk győzni a Vácot. Úgyhogy erre készülünk, aztán pedig a következő mérkőzéseket is természetesen szeretnénk mindet behúzni, mert csak az lehet a célunk, hogy ott legyünk az első 2-ben. Úgyhogy nehéz ellenfelek lesznek idén is, mint ahogy tavaly is volt, ugye rengeteg körbeverés született, mi ebből most szeretnénk kimaradni, és mi a mérkőzéseinket szeretnénk 3 ponttal megnyerni. Nagy lépést tett a legjobb 4 közi jutás felé a Nyíregyháza Blue Sharks, miután győzött a Budapesti Honvéd otthonában. A kék cápák 85-78-an nyertek a fővárosban.
Nagyon kellett harcolnunk a sikerért. Úgy gondoltam már a mérkőzés előtt, hogy mi fogjuk megnyerni ezt a találkozót, hogyha azt a formát hozzuk, amit az utóbbi időkben mutattunk. De a Honvéd nagyon nehezen adta a bőrét. Ők egy viszonylag jó játékos kerettel rendelkező csapat, akik szervezetten kosárlabdáznak, de meglepetésünkre tegnap verekedtek is, és harcoltak keményen, úgyhogy nekünk is fel kellett venni ezt a harcmódot. És nagyon örülök annak, hogy az utóbbi időben néhányszor már megmutattuk, hogy szépen tudunk kosárlabdázni, de meg tudnak minket törni egy ilyen verekedős, kemény védekezéssel. Ez most nem sikerült. Néhány pillanatra megtorpantunk, de szerencsére a végén mégiscsak a magunk javára fordítottuk a találkozót. Édesebb egy Dózsa György úton aratott győzelem, mint egy más csarnokban szerzett siker? Persze, mindig édesebb. Bár a Honvédnak szurkolok, és szeretném, hogyha meg tudnák közelíteni azt a magasságot, amiben ők éveken keresztül szerepeltek. De hát most mi itt játszunk, itt dolgozunk, és azt szeretnénk, hogy a Nyíregyháza legyen minél magasabban. Azt mondják, egy csapat akkor nyerhet meccset, ha a kispadról is érkeznek pontok, lepattanók, érkezik segítség, most az utóbbi meccseken erre nem lett panasz. Valóban így van, tényleg a kispad is hozzá teszi azt a részt, ami szükséges. Főleg az utóbbi időben a győztes mérkőzéseken Olá Zoli az, aki kiemelkedőt nyújt a kispadról beszállva, de természetesen a többiek munkája is hasznos volt, és ez szintén ezen a mérkőzésen is kulcs fontosságú volt, hiszen nem lehet 40 percet ugyanolyan szinten végigjátszani, és ilyenkor mindenféleképpen kell a segítség. Ez az egyik, a másik pedig mégiscsak 12 csapatból, illetve nem 12 csapatból, de 12 játékosból áll egy csapat, és természetesen mindenkinek megvan a maga feladata. Ráadásul a mi csapatunk nem csak 12 főből, hanem 15 főből áll. Ugye a mérkőzésen nem szerepelhet mindenki, de az edzéseken is mindenki hozzáteszi azt a részt, ami az ő számára fontos. Lassan látó távolságon belül van a mezőny eleje, módosultak-e a célok? A céljaink nem módosulhattak, hiszen már a bajnokság elején az volt a célkitűzésünk, hogy ott legyünk az első négyben, és éppen ezért nem módosult ezután sem. Valóban látó távolságba került az eleje, de igazából nem ezzel foglalkoznánk, a saját mérkőzéseink a fontosak, és meglátjuk, hogy mire lesz elég. Az ellenfeleinkbe az utóbbi időben, gondolok itt a Meavcra és a Vásárhelyre bottottak egy-két mérkőzésen, remélem, hogy még egyszer-kétszer fognak, mi pedig meg tudjuk őket verni, de a legjobb része talán a bajnokságnak az, hogy annak ellenére, hogy néhány meglepetés vereséget begyűjtöttünk, még mindig a saját kezünkben van a sorsunk, és az a legjobb, hogyha nem az ellenfeleket kell néznünk. Most ott vagyunk már az első négyben győzelem előnnyel, meg kell őriznünk ezt, és hogyha tudunk előrelépni, akkor természetesen lépnünk kell. A hétvégén bajnoki szünet, viszont Magyar Kupa és HEP Kupa döntő. Szélesebb, nagyobb nyilvánosság előtt is megmutathatja magát a csapat Győrben. Mi a minimális és a maximális cél erre a kupa döntőre? A minimális cél az az volt, hogy eljussunk ide a négyes döntőbe, hiszen a játékosaink nem szerepeltek még ilyen körülmények között mérkőzéseken, és remélem, hogy nagy élmény lesz mindenkinek. A maximális meg természetesen, hogy nyerjük meg. Ennél többet nem lehet elvárni ezen a hétvégén, de nem lesz könnyű feladat. A TF ellen játsszuk az első mérkőzést, a TF név megtévesztő, tehetséges fiatalok néven alakult egy csapat, tehát nem a Tesonési Egyetem csapatáról van szó. Ők szintén egy nagyon kemény kosárlabdát játszanak, a Honvéd stílusához hasonló játékkal próbálják megállítani az ellenfeleket. Nekünk föl kell venni a ritmust velük újra, feltérképezzük őket, felkészülünk, és remélem, hogy el tudunk jutni a döntőig, aztán pedig a döntőben meglátjuk, hogy ki az ellenfél. Előzetesen lehetett tudni, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz a Honvéden, hiszen mindkét csapat számára nagyon fontos volt a találkozó, végül sikerült győzni egy olyan mérkőzésen, ahol hullámzott az eredmény belül, hogy élted meg ezt a találkozót. Én nagyon örülök, hogy egy ilyen idegenbeli győzelmet el tudtunk hozni. Tényleg nagyon jó hangulatú volt a mérkőzés. A meccs első fél ideje után én azt hittem, hogy könnyebb lesz a vége. Nem erre számítottam, de a harmadik negyedben igazából volt egy ilyen áramszünetünk, ahol hirtelen kaptunk 9 pontot talán, és igazából magunknak csináltuk ezt a magunknak nehezítettük meg a mérkőzést. Mivel tudhatok mégis a Honvéd fölé nőni? Igazából az egész csapat hozzá tudott tenni. Nagy Krisztián a negyedik negyedben dobott be 2-3-ast, ami nagyon kellett. Emani Gent is nagyon sokat harcolt, nagyon sok volt a lepattanója. Busz Iván 12 gólpasszt adott. Mindenki hozzá tudott tenni a csapathoz.
Magadról nem beszéltél, talán ez volt a pontokat tekint a legjobb meccs a nyíregyházi színekben. Igen, ez volt a legjobb meccsem eddig pontokban. Örülök, hogy így tudtam hozzájárulni a csapatnak a győzelemhez. Igazából már a meccs elején elkaptam a fonalat, voltak könnyű kosaraim, és igazából nálam ez a titok, hogy a meccs elején elkapjam a ritmust. Most már fordulók óta jó formában játszik a csapat, minek köszönhető ez? Hát én úgy gondolom, hogy szerintem már csapatként kezdünk jobban összeérni, meg egyénileg is igazából önbizalomban mindenki rendben van fejbe. Változatlan játékos kerettel vág neki a női kézilabda NB2 tavaszi szezonjának a költségdíjese. Hadobás István jelenleg negyedik helyen álló együttese szerette felkapaszkodni a dobogóra. Nyugodtan várjuk a rajtot, próbáltunk jól felkészülni, voltak nehézségeink, elsősorban betegségekre és sérülésekre gondolok, de hát ez tulajdonképpen minden csapatot sújtott, úgyhogy ez nagyjából természetes. Inkább a nagyobb gondot az jelentette, hogy nagyon nehéz edzőpartnert szerezni. A környéken kevés a csapat, vagy a konkurens ellenfelek, akik nem szívesen vállalnak ellenünk mérkőzést, a megyebeli csapatokkal éppen, hogy sikerül zöldágra vergődni. Úgyhogy a legnagyobb gondot ez jelentette, de én nagyon remélem, hogy azért sikerül jól felkészülni, és jók leszünk a bajnokságban. Ilyen körülmények között hány felkészülési meccset sikerült játszani? Junioroknak nagyon szépen sokat, a felnőtteknek viszont majd, hogy nem csak a junior csapatunkkal, illetve Ibránnyal tudtunk felkészülési meccset játszani, felkészülési tornán se tudtunk részt venni, ugyanis most az utolsó 3 hétvége mindegyik a juniorokról szólt. A juniorok viszont részt vettek a Junior nemzetközi tornán, ahol egy szlovák, egy román és egy ukrán csapattal játszottunk. Nagyon jó mezőnyben, remek játékok voltak. Most hétvégén pedig szerencsén vettünk részt. A általunk is nagyon szeretett és kölcseiben pallérozódott Kulcsár Anita emléktornán. Egy 4 csapatos emléktorna volt szintén a junioroknak, úgyhogy most ők voltak a fókuszban, és jól is szerepeltek, szépen játszottak, ráadásul vezetjük is a junioroknál a bajnoki tabellát, úgyhogy mindenképpen szeretnénk ott maradni, és hát a felnőtteknél pedig a dobogót megcélozni, jelen pillanatban 4. helyen áll a csapatunk. A Kölcsére ugye a nyári szünetben jellemző a játékos mozgás, viszont lehet hallani, hogy több csapat is erősödött a mezőnyben, milyen tavaszra lehet számítani? Valóban, hallottam a megyebeli vitkáról, ismét külföldi játékos igazolt, NB1-ből vagy NB2-es oldalágról, Debrecenből is igazolt. Általában ez a jellemző, ránk nem, most sem igazoltunk természetesen, vagy nem természetesen, de így van. A saját jól bevált receptünk alapján az önálló utánpótlás nevelésünkre elsősorban arra alapozunk, úgyhogy nagyon tehetségesek a lányok, fogékonyak, szépen dolgoznak, úgyhogy én nagyon bízom bennük, és nem is gondoltam arra, hogy bárkit is megkeressek átigazolási ügyben, mi nem ezt az utat járjuk. Milyen mérkőzésre lehet számítani a nyitófordulóban, és úgy utána rögtön jön a megyei rangadó Máté Szalk ellen? Egy nagyon jó mezőkeresztes ellen kezdünk, ott ősszel kikaptunk egy szoros mérkőzésen, viszont én mindenképpen győzelemre számítok, 2-es győzelemre, a felnőttek és a junioroktól is mind a két csapatomtól, tehát 2-2 pontot várok, úgyhogy nagyon remélem, hogy sikerül is egy gyors játékkal készülünk őszintén, egy kemény, agresszív 6-os falas védekezéssel, és nagyon remélem, hogy sikeresek is leszünk, mert még egyszer ismétlem, mindkét csapatomtól én a dobogót szeretném elvárni. A 3. helyen végzett a röplabda Magyar Kupában a Fátum Nyíregyháza. Horváth András együttese a Jászberény 3-1-es legyőzésével szerezte meg a bronzérmet. Nem volt könnyű mérkőzés, idegen pályán játszottunk, más talajon, mint amihez szokva vagyunk, összességében nem volt könnyű. Az első játszmát szorosban elvesztettük, ezt követően viszont a második játszma -4-ről megfordítva, azt gondolom már nem volt kérdéses, hogy sikerül ezt megtartanunk, és ez a lendület kitart a meccs végéig. Mivel nőttetek a Jászberény fölé? Kevesebbet hibáztunk talán, a védekezésünk is jobban összeállt, tudtunk váltani bizonyos játékelemekben, amire nem reagált úgy a Jászberény, ahogy azt vártuk, talán ez segített bennünket. Milyen megerősítés jelent ez a bronzérem, azt a munkát tekintve, ami ebben az esztendőben folyik?
Azt gondolom, hogy jó úton járunk. A Magyar Kupa mindig más, egy-egy mérkőzés dönt, az aktuális forma dönti el, hogy te most tovább mész, vagy akár érmet szerzel. A bajnokság ennél sokkal nehezebb, sokkal tovább tart, még a közepén vagyunk, illetve már azon egy kicsit túl, de most már csak ide kell fókuszálnunk. Lehet azt mondani, hogy talán egy picit esélyesebbek voltatok a Jászberénynél a bronzmeccsen, hiszen ebben a szezonban minden alkalommal legyőztétek őket, de hát egy kupamecs mindig más. Hogyan értenek belülről a találkozót? Papírforma szerint lehet, hogy egy kicsit esélyesebbnek tűntünk, ugye az előtte levő mérkőzéseket sikerült nyernünk, bár én ugye mondtam, hogy a Magyar Kupa az mindig az adott napi helyzettől függ, hogy ki hogy kell fel, ki mit tud a pályára rakni, úgyhogy ez a Magyar Kupa mindig kicsit másabb, mint egy bajnoki mérkőzés, sokkal jobban kell koncentrálni, úgyhogy egyáltalán nem tudtuk ezt mondani, hogy sima lesz. Sajnos ugye az előtte levő két hét is megnehezítette a helyzetünket, hogy nem tudtunk úgy készülni, majdnem minden nap, minden, ugye sérülés is volt, betegségek voltak, nem tudtunk teljes egészébe felkészülni, de ezt próbáltuk félretenni és nem foglalkozni ezzel, ezt nem is nagyon hoztuk le előtte a sajtóba, mert tényleg ezt nem tudtuk kifogásnak hozni. Ott a mérkőzésen azt hiszem már mindegyikünk tudta, hogy mi az, amit bele kell tenni a mérkőzésbe, mi az, amivel el tudjuk hozni a bronzérmet. Az elején nem jól kezdtünk, De hála jó ég a második szedben magunkra találtuk, és tényleg csapatként küzdve el tudtuk hozni, és hát nagyon örülök a sikernek. A kupa érem már megvan, de gondolom a bajnokságban is egy érem megszerzése a cél. A szezon felé már túl vagy, tehát a fontosabb meccsek, az igazán fontos meccsek most következnek. Milyen formában, milyen reményekkel várjátok a folytatást? Igen, évelején az előzetes célkitűzésekben ugye benne volt a Magyar Kupa érem, és hát ugye a bajnokságban is hasonlóakat szeretnénk elérni. Most lesz vége az alapszakaszunknak március közepe felé, utána kezdődik a rájátszás, ahol ott már kőkemény mérkőzések lesznek, és ott már 100%-on kell pörögnünk. Én remélem, hogy a sérültjeink is vissza tudnak jönni, nem lesz több betegség, akkor teljes egészében 100%-osan tudunk készülni. Egy év kiadás után is itt Magyar Kupa győzelmet ünnepeltet a Nyíregyházi Ülőiroda csapat, ez a jubileumi 25. cím volt. Mennyire nehéz volt ezt megszerezni? Legnagyobb probléma talán az volt, hogy hiányoztak emberkeink, akik abból ráadásul ugye kezdőjátékos is volt, egy centerjátékosunk, akit nem olyan könnyű pótolni, mert ezen a poszton azért nekünk van hiányunk, de megoldottuk ezt a feladatot. Talán még ami nehéz volt, az ugye a korai indulás, hajnali kelés, egész napot 3-4 meccset letudni, és ugye a legerősebb ellenféllel játszunk a legvégén, és még azt mondom, hogy talán ilyenkor az a legproblémásabb, hogy mindenki minket akar megverni. Most természetesen a Váci csapat is nagyon felspanolta magát, főleg, hogy a Kikindát meglepetésre sikerült elkapnia, és azt hitték, hogy itt más babér is terem még nekik aznak. Most már a kupa győzelem után a bajnoki folytatásra lehet koncentrálni, milyen hónapok állnak előttetek? Most munkás hónapjaink lesznek, ha minden igaz, akkor márciusban lesz egy magyar bajnoki fordulónk Szerbiában. Ott is 3 meccset fogunk lejátszani, viszont az mindegyik 3 nyertszettes, tehát az egy nagyon, nagyon komoly munkás nap lesz. Áprilisban lesz a magyar bajnoki zárófordulója a Nyíregyházán. Nagyon bízunk benne, hogy a mi végső győzelmünkkel fog zárulni, és emellett még úgy néz ki, hogy május végére kaptunk egy meghívást Szarajevóba, egy nagyon színvonalas tornára, és még egy kicsit kérdéses, de nagyon úgy néz ki, hogy áprilisban lesz egy szubzónás tornánk a válogatottal, oda nekünk olyan 7-8 emberünk lesz érintett, májusban pedig egy EB-selejtezőt kell játszani, ez is május elején lesz, és oda is a válogatottal fogunk tudni kijutni, és még valamikor közte edzőtáborokat is kellene csinálni. Ennyi fértem, hogy is volt szeretben. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!